100 éve harcolta ki Finnország az állami függetlenségét. Ennek kapcsán több rendezvénnyel készülnek, nem csak Finnországban, hanem számos országban, köztük Magyarországon is. Debrecenben egy nyelvrokonságot taglaló konferenciára, emellett pedig sporteseményre is sor kerül majd. Ezen Finnország tiszteletére 100 kilométert lehet futni, biciklizni, sétálni, természetesen a távot nem egyszerre kell teljesíteni. A nagykövet azt is elmondta, hogy mennyire fontos az ország számára a nyelvrokonság tudata. A nyelvrokonságnak tulajdonképpen már a 19. század elejétől tudatában vagyunk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet töltött a nyelvrokonság érzése az 1800-as évek közepén, amikor Finnországban megfogalmazódott az önálló államiság lehetőségének gondolata. Azok, akik ezt az ügyet egyengedték, azok az önálló államiságot a finn nyelv és a finn kultúra alapjára helyezték, és nagyon fontos tényező volt ebben az, hogy a magyar nyelv a finn nyelvnek a rokona. A finn nagykövet elmondta, hogy ez csak egy dolog, amit a nyelvrokonság tudata inspirált. Rengeteg olyan dolog van szociális, politikai és gazdasági téren, aminek az elindítója vagy az alapja a nyelvrokonság és a benne lévő hit. Meglepő, hogy mennyi minden elérhetővé vált a nyelvrokonság alapján. A találkozón szó esett még a testvérvárosok fontosságáról is, hiszen Békés Csaba is rendelkezik egy finn testvérvárossal. A testvérvárosi kapcsolatok véleményem szerint talán aktuálisabbak ma, mint valaha. Természetesen nagyon fontosak a civil szervezetek a kapcsolatok ápolásában, Mikkeliben is és Békés Csabán is nagyon-nagyon aktív finn-magyar kör működik. De úgy gondolom, hogy szükség van egy ennél magasabb szintre is, akik megkönnyítik a kapcsolatfelvételt, akik feltérképezik a lehetőségeket, és ez a városi szint. Nagyon fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy bármilyen modern eszközeink legyenek is, a mai modern időben a személyes találkozásokat, a személyes kapcsolatokat semmi nem pótolhatja, tulajdonképpen ezek tudják a leginkább egyengetni az új kapcsolatokat. Úgyhogy nagyon fontosak ezek is, főleg akkor, hogyha újfajta gazdasági kapcsolatok megszületését is várjuk a jövőben. A finn ünnep alkalmából a Békés Csabai delegáció július közepén látogat majd el a finn testvérvárosba. És arra kértem nagykövet urat, hogy diplomáciai munkája kapcsán, ha finnországi cégek, finn cégek magyarországi letelepedést keresnek, magyarországi befektetésben gondolkodnak, akkor Békés Csabát pont a városunkra jellemző pozitív adottságok miatt ajánlja, és hívja fel a figyelmet Békés Csabára. Szarvas Péter még azt is elmondta, hogy a finn gazdaság most erősödő ágban van, a finn cégek külföldi befektetéseken gondolkodnak, így a testvérvárosi kapcsolat nagy lehetőségeket tartogathat.